Csúcstalálkozót tartanak ma Brüsszelben a NATO tagországok vezetői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök. Jens Stoltenberg NATO főtitkár fordulópontnak nevezte a találkozót, amely új fejezetet nyit a szövetség történetében. A tagországok vezetői a tervek szerint egyetértésre jutnak a NATO 2030 elnevezésű stratégiai koncepcióról, amelynek célja az Észak-Atlanti Szövetség katonai erejének fokozása az összetett fenyegetésekkel szemben és a kollektív védelem megerősítése. A NATO vezetői ma megállapodnak egy ambiciózus, előremutató menetrendben, a NATO 2030 agendában. Ebben arról van szó, miként tudjuk erősíteni a közös védelmünket, ellenálló képességünket és fokozni technológiai előnyeinket. Valamint arról, hogy a NATO történetében először a klímavédelmet is szövetségünk fontos feladatává kell tenni.